Hungária, Mehmet Cahit Duran, közlekedési és infrastruktúra fejlesztési miniszter. Miniszterasszony, miniszter úr, köszönöm szépen. Harmadik, egy szándéknyilatkozat együttműködésről családügyi kérdésekben. Magyar részről aláírja Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere, török részről pedig Zera Zümrüt Selçuk családügyi, munkaügyi és szociális miniszter. Miniszterasszony, miniszter úr, köszönöm szépen. Negyedik, egy oktatási megállapodás, melyet magyar részről aláír Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere, török részről aláírja Mustafa Safran nemzeti oktatásért felelős miniszterhelyettes. Az ötödik, kulturális megállapodás, melyet magyar részről aláír Kásler Miklós emberi erőforrások minisztere, török részről pedig Mehmet Ersoy kulturális és turisztikai miniszter. Miniszter urak, köszönöm szépen. A hatodik, közúti fuvarozási megállapodás. Magyar részről aláírja Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter, török részről pedig Cahit Turhan, közlekedési és infrastruktúra fejlesztési miniszter. Miniszter urak, köszönöm szépen. A hetedik, egy szándéknyilatkozat együttműködésről a Stipendium Hungaricum program keretében. Magyar részről aláírja Szijjártó Péter, külgazdasági és külügyminiszter, török részről aláírja Mustafa Safran, nemzeti oktatásért felelős miniszterhelyettes.
Miniszter urak, köszönöm szépen. Nyolcadik, egy szándéknyilatkozat együttműködése az űrkutatás terén. Magyar részről aláírja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, török részről pedig Mustafa Varank ipari és technológiai miniszter. Köszönöm szépen, miniszter urak! Kilencedik, egy szándéknyilatkozat diplomáciai együttműködésről. Magyar részről aláírja Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter, török részről pedig Mevlüt Çavuşoğlu külügyminiszter. Miniszter urak, köszönöm szépen! Végezetül, tizedikként, de egyáltalán nem utolsó sorban, egy politikai nyilatkozat aláírására kerül sor. Magyar részről aláírja Orbán Viktor miniszterelnök, török részről Recep Tayyip Erdoğan köztársasági elnök. Elnök úr, miniszterelnök úr, köszönöm szépen. Kérem, fáradjanak ide a pulpitushoz. DAEŞ'e karşı şu anda dünyada Türkiye'den çok daha güçlü bir tavır koyan ikinci bir ülke yoktur. Ve DAEŞ'le mücadelede şu ana kadar aldığımız neticeler her şeyle ortadadır. İlk etapta biz sadece Elbap'ta 3000'i aşkın DAEŞ'liyi etkisiz hale getirerek derdest ettik. Şu anda cezaevlerimizde 1150'yi aşkın DAEŞ'li var. İşte en son Bağdadi'nin ablasını Azzez'de eşiyle beraber yakaladık. Şu anda bizde. Aynı şekilde eşini yakaladık bizde. Ve şimdi en son 13 tane en yakın çevresini yakaladık ve onlar da şu anda elimizde. Biz DAEŞ'le mücadeleyi böyle veriyoruz. Ve bunu vermekte de kararlıyız. Asla buradan taviz vermeyiz. Çünkü terörün ve teröristin iyisi benimki seninki anlayışı olmaz. Eğer bu mücadeleyi vereceksek kararlı vereceğiz. Çünkü burada insanlığın huzuru yatmaktadır, insanlığın menfaati yatmaktadır. Şu ana kadar bunu sürdürdük, bundan sonra da sürdüreceğiz. Ve 9 yıla yaklaşan Suriye krizinden bugüne kadar 1 milyon insan hayatını kaybetti. 12 milyon Suriyeli de evlerini terk etmek zorunda kaldı.
Bu insanlar için Birleşmiş Milletler hesaplamalarına göre kendi bütçemizden biz 40 milyar dolar harcadık. Ülkemiz bu yükü tek başına daha fazla taşıyamaz. Peki Avrupa Birliği'nden size ne geldi diye soracak olursanız cevabını vereyim. Avrupa Birliği'nin bize vermiş olduğu söz 3 artı 3 2015 yılı içindir milyar avrodur. Ama bundan bize gelen sadece 3 milyar avro olmuştur. Ne zaman görüşsek projelendirdik. Geldi geliyor hala gelen bir şey yok. Değerli dostlar, tabii biz gelse de gelmese de o varil bombalarından kaçan insanlara, bize sığınan bu insanlara her türlü desteği vermek zorundayız. Ve şu anda bunu yapıyoruz ve yapacağız. İşte Barış Pınarı Harekatı dedik. Ve bu Barış Pınarı Harekatı'yla da şu ana kadar biz mücadelemizi sürdürüyoruz. Amerika'yla 120 saatlik bir teröristleri bölgeden çıkarma sözü aldık. Mutabakatı böyle sağladık. Ardından Rusya'yla bir Soçi mutabakatı yaptık. Onlarla da 150 saatlik bir mutabakattı. Fakat ne Amerika 120 saatlik sürede bu teröristleri bölgeden çıkarabildi, ne de Rusya 150 saatlik süre içerisinde bu teröristleri maalesef bu bölgelerden çıkarabildi. Tabii şu anda bu bölgelerden bunlar çıkarılmadığı için de bölgede özellikle DAEŞ, YPG, PYD, PKK bunlarla olan mücadele kararlı bir şekilde sürüyor. Şunu da söyleyeyim. Dünyanın 151 farklı ülkesinden biz 76 bin kişiye Türkiye'ye giriş yasağı koyduk. Kim bunlar? İşte bunların içinde DAEŞ var, diğer teröristler var. Şu an hapishanelerimizde az önce söylediğim gibi 737'si yabancı uyruklu olmak üzere toplam 1149 DAEŞ'li var. Ve ayrıca Barış Pınarı Harekatımız sırasında da 270 DAEŞ'liyi açık hava cezaevlerinden aldık ki bunun büyük bir çoğunluğu kadın ve çocuktu. Ve onları tekrar, çünkü PYD'liler bunları çıkarmıştı, biz bunları tekrar cezaevlerine yerleştirdik. Yakalanan DAEŞ mensupları ile ilgili değerlendirmelerimiz şu anda devam ediyor. Kedves Törökországból érkezett barátaink. Az elnök úr megengedi először a sajtó számára, szeretném elmondani az együttműködésünknek a keretét. 2013-ban Ankarában kötöttünk egy megállapodást az elnök úrral, amely arról szólt, hogy létrehozzuk a legfelsőbb szintű stratégiai tanácsot, amely összefogja a török-magyar együttműködést, és ott állapodtunk meg arról, hogy minden évben egyszer a két ország vezetőjének vezetésével ez a testület találkozik. Ennek a 2019-ben esedékes soros ülése történt meg most Magyarországon. Igen, tisztelt elnök úr, Magyarország egy olyan földrajzi térben található, amely három nagy főváros által jelöltetett ki, az Isztambul vagy Ankara, Moszkva és Berlin. Néhány nappal ezelőtt járt itt nálunk az Orosz Köztársaság elnöke, egy vagy két napja járt itt a német külügyminiszter, és ma pedig Törökország elnökét köszönhetjük. Ez pontosan az a külpolitika, amelyet szeretnénk a jövőben is folytatni.